kedves barlangkutatók! Mint 22 éve, minden évben, idén is eljöttünk, hogy halottak napján ne csak a közvetlen szeretteinkre, hozzátartozóinkra emlékezzünk, hanem barlangkutató társainkra is. Azokra, akik régen itt hagytak minket, azokra, akiknek az életét valami szörnyű baleset oltotta ki, és még eltávoztak ezelőtt, hogy munkájukkal kiteljesedhettek volna. De természetesen emlékezzünk azokra is, akik ebben az évben távoztak közülünk. Ez az év különösen szomorú, mert egy talán a barlangkutatás legtragikusabb eseményének 50 éves évfordulója lesz decemberben. 50 éve, hogy a pannonhalmi Bencés gimnázium aranyos, kedves, fiatal, 17-18 éves diákjai a Baradlába egy túrát tettek, és bizony a Stix ágból kijövet hárman, Brückner Emőt, Háder Pál, Wettstein Antal nem érte meg az új évet. Hogy mi történt, igazán azt hiszem, soha nem fogjuk megtudni. Ennyi év után nehéz lenne rekonstruálni. Feltételezhető, hogy balesetüket, halálukat nem egy tényező okozta, hanem ebben közrejátszott a természet, az emberi adottságok, az akkori technikai fejletlenség, az orvostudomány kezdetlegessége. De ne feledjük őket, és szóljuk értük a harang. Sajnos ez az év sem telt el, anélkül, hogy társaink közül többen ne távozzanak el közülünk. Elsőként említeném meg dr. Dénes György nevét, hiszen azt hiszem, minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy ő volt a 20. század utolsó nagy alakja a barlangkutatás életében. Természetesen a társulat tiszteletbeli elnöke, a barlangi mentőszolgálat tiszteletbeli elnöke volt, aki az 50-es évektől kezdve a társulati életet nem csak meghatározta, hanem számos esetben megmentette a társulatot a feloszlatástól. De nem csak társulati életet élt, aktív feltárókutató munkában vett részt, hogy csak a Meteor Barlang feltárását említsem, és emellett köszönhetően hallatlan felkészültségének, kulturáltságának, műveltségének a barlangkutatás szakterületén is számos ágat művelt olyan formában, amit azt hiszem hosszú ideig senki se fog pótolni, hiszen a nyelvészettől a karsthidrológiáig munkássága mindenre kiterjedt. Bár eltávozott közülünk, azt hiszem, hogy ma is itt él emléke, és gyakran idézzük föl a barlangok kapcsán. Csendben távozott el közülünk dr. Böker Tivadar, talán már kevesen vannak, akik ismerték őt. A társulatnak főtitkára volt a 70-es években, és a főtitkársága alatt, miután ő nem csak nem barlangkutató volt, hanem szakember, bár megértette a barlangkutatás lényegét, értette a barlangkutatókat, de a szakmát képviselte, és ennek köszönhetően erősödött a társulat szakmai elismerése is. Még életében méltatlanul elfeledtük őt, a jövőben ne feledkezzünk meg munkásságáról. Ugyancsak ez évben távozott Várszegi Sándor. Ő a bükki barlangkutatás egyik atya, szellemi nagysága. Ő igazán barlangkutató volt. Egész életében a bükköt járta, kereste a kutatásra alkalmas helyeket,
és nem csak irányította a munkát, hanem maga is aktív részese volt. Neki köszönhető, hogy nagyon sok jelentős bükki barlangot ma már ismerünk. Kövesse a fiatalság az ő példáját. Októberben távozott el közülünk Müller Pál. Megint egy név, amiről a barlangkutatók keveset hallottak, pedig kiváló szakember volt. Neki köszönhetjük, hogy a barlangok genetikája, különösen a melegvizes barlangokról szóló információink bővültek, és olyan szakember volt, aki nem csak az íróasztal mellett állította fel elméleteit, hanem ehhez gyakorlati tudása volt, helyszínt ismerve gondolta ki az újdonságokat. Emlékét természetesen ezek a szakmunkák őrzik. Ugyancsak októberben távozott el közülünk Berecz Lajos. A társulatnak tiszteleti tagja volt, bár nem igazán barlangkutató munkásságáról, hanem a Baradla turizmusáért tett tevékenységéért kapta ezt az elismerést. Az 50-es évektől volt a barlang vezetője, üzemvezetője. Ennek ellenére azért nem csak a Baradlával foglalkozott, hiszen aktív részese volt a békebarlang feltárásának is. Nevét együtt őrizzük a Baradla tudománytörténetével. Szomorúan mondom, hogy többet nem mosolyog ránk Varga Kinga, nem halljuk kedves, jellegzetes beszédét. Fiatalon elment közülünk, pedig még már gimnazista korában a barlangokkal foglalkozott, mint Móriczos diák kezdte, és haláláig a Kinézsi Barlangkutató csoportnak volt aktív tagja. Nevét az Alsóhegyen a Kinga Zsomboly őrzi. És utolsóként említem, mert utolsóként távozott Juhász Márta, mindenki Marcia. Életét, legyen az a magánélete vagy a munkája, ténylegesen a barlangok, a gerecse barlangjai töltötték ki. Kezdett, mint aktív feltáró kutató, aztán irányító, aztán hivatása is ez lett. A barlangokat dokumentálta, gyönyörűen térképezett, nagyon szépen írt, de foglalkozott a denevérekkel, megfigyelte őket, és természetesen foglalkozott a gerecse barlangok múltjával is. A sors hozzá se volt túl kegyes, mert nem érte meg a várva vált békés nyugdíjas éveket, előbb eltávozott közülünk súlyos betegsége miatt. De azt hiszem, hogy még a fiatal generáció, akik nagyon jól ismerte őt, őrzik emléküket. Legyen a föld könnyű felettek, nyugodjanak békével.